Emlékezés, személyes történetek elbeszélése is volt azon az előadáson, melyet az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartottak a József Attila könyvtárban. Advent, jövő héten elkezdődik Dunaújvárosban az idei karácsonyváró rendezvénysorozat. Felkészülés célegyenesbe ért a felkészülés a Dunai Ökölvívó Sportegyesület boxolóinak. Hétvégén az Egyesület nemzetközi tornát rendez. Ez a Dunaújváros TV híradója, köszöntöm Önöket! Visszaemlékezés. Kronászt Margit az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről tartott előadást a József Attila könyvtárban. A bemutató különlegessége a személyesen átélt történetek ismertetése volt, amelyek egy korábbi felhívásra érkeztek a jelentkezőktől. Sztálinváros 1956 a kutatások tükrében. Ezzel a címmel tartott előadást Kronászt Margit, az Interciza Múzeum új történész múzeológusa a József Attila könyvtárban. A moderátor Farkas Lajos, a múzeum igazgatója volt, aki, mint mondta, 56 az a történelmi jelentőségű esemény, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. Én azt hiszem, hogy méltóképpen kell megemlékeznünk az 56-os hősökről, függetlenül attól, hogy fegyverrel, vagy molotov koktéllal, vagy másképpen, vagy esetleg segítették egészségügyileg, vagy élelmit vittek föl a budapestieknek. Ezek az emberek mind-mind így egészében a forradalmat képezték, és ezekre meg kell emlékezni, mint ahogy történik most is itt a József Attila könyvtárban. Kronászt Margit az akkori nemzetközi helyzet bemutatásával kezdte előadását, majd áttért az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire, és szinte percről percre mutatta azt be. Szerintem el nem évülő a dolog, illetve ami nagyon fontos nekem benne a beszélt történelem, hogy az eseményt átélt emberekkel találkozhatunk, az ő gondolatvilágokat ismerhetjük meg, hogyan élték át az eseményeket, részt vettek-e benne, mit éreztek. Az előadás végén pedig személyesen átélt történetekből olvasott fel az érdeklődőknek. Október 25-e volt a forradalom egyik. Vetélkedő. 13 általános iskolásokból álló csapat vett részt a 6. alkalommal megrendezett informatika versenyen a Rudas szakközépiskolában. Animációs és grafikai feladatokat kellett megoldani, úgy mint például a táblázatkezelés. Egyetlen számítógépet használjatok ehhez a feladathoz lehetőség szerint. Szövegszerkesztés. Ezzel a feladattal kezdődött a 6. alkalommal megrendezett informatika verseny a Rudas szakközépiskolában. A rendezvényen, amelyen többek között táblázatkezelés, animációs és grafikai feladatok is előfordultak, a környező települések általános iskoláiból rengetegen érkeztek. A Petőfi általános iskolából, Dunaújvárosból érkeztem, és azzal a céllal jöttem, hogy megszeretném tudni, hogy mennyire értem ezt, és hogy megmutassam másoknak is. Egyébként szeretnék részben efelé tovább tanulni a jövőben, és egyébként is tetszik meg jáskerekben egy kicsit. Az intézmény igazgató helyettese úgy véli, a számítógép előtt töltött idő nem minden esetben haszontalan. Én úgy gondolom, hogy ha hasznos időtöltés van az informatika területén, az sohasem lehet káros. Az egy másik kérdés, hogy ez az úgymond Z-generáció már sokkal több időt tölt az informatikai eszközök körében, és valóban nem mindig hasznos, de pont az ilyen rendezvények azok, amelyek megmutatják, hogy mi egyéb másra is lehet még használni, afelett, hogy ők a mindennapjaikban mire használják. A versenyen 13 csapat mérettette meg informatikai tudását. Felnőttek is elkezdhetik, bár elsősorban gyermekeket várnak, a felnőtt kor sem kizáró ok a Dunafer ESE úszó szakosztályánál, ahol folyamatosan vannak úszó oktató tanfolyamok. Benever a szakosztályvezető elmondta, nem csak olyan gyermekeket várnak, akiknek versenyzési céljaik vannak, hiszen az úszás az élet minden területén hasznos lehet. Hozzátette, ez a sport jó alapot képez mind az atlétikához, mind a labdajátékokhoz, hiszen fejleszti a keringési rendszert. Elsősorban óvodáskorúaknak ajánljuk, de az alsó tagzatosokat is nagyon nagy szeretettel várjuk, és szerencsére nagyon sok foglalkozást tudunk szervezni, mert délelőtt az óvodásokat elhozzuk az óvodából autóbuszokkal, és tanítjuk őket alaptechnikákra,
A délutáni foglalkozásainkon meg már a szülők hozzák vissza azokat a gyerekeket, akik szeretnének komolyabban az úszással foglalkozni, és esetleg az a terveik között van, hogy a úszóosztályba jelentkezzenek majd szeptemberben. Adventi forgatag. November 27-e és december 23-a között rendezik meg idén a Karácsonyváró rendezvénysorozatot. Az adventi forgatagon számos előadó és koncert várja az érdeklődőket, de a Dunaújvárosi Oktatási Intézmények és Történelmi Egyházak is kiveszik a részüket a programokból. A rendezvény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Ezek a felvételek tavaly készültek a Városházán felállított Mikulás kuckóban. Idén ez a program ismét várja majd a gyerekeket az adventi forgatag rendezvény sorozatának részeként. 21 napon keresztül, november 27 és december 23-a között minden nap kulturális rendezvényekkel és adventi hangulattal várják a dunaújvárosiakat. A legfontosabb, hogy ha már ismét évvége, akkor Dunaújváros önkormányzata szokásos módon az adventi készülődés jegyében megtartja és egyben változtatva megtartja a szokásos évvégi rendezvényét. Hozzá kapcsolva, de ezt meg az idő majd egy másik alkalommal el fogom mondani, egy újévi rendezvénysorozatot is indítunk. Most először. Tehát magyarul, szerintem még a mellettem ülők se tudják, magyarul 17-es év is egy 2-3 hetes rendezvénysorozattal fog indulni a főtéren. A rendezvényt 10 millió forintos önkormányzati forrásból, illetve dunaújvárosi vállalatok támogatásából a Turinform iroda szervezi. Az intézmény vezetője Móroc Erika elmondta. Idén számos újítással készülnek, de kiemelt jelentőségű, hogy a város oktatási intézményei is kiveszik részüket a programokból. Mindenképpen az idei elképzelésünk az volt, hogy a városban megtalálható intézmények, iskolák minél jobban bele tudjanak, illetve lehetőségük legyen bekapcsolódni az önkormányzati adventi rendezvénysorozatban. Nagy örömünk leszolgál, hogy elég sok intézmény, illetve iskola jelezte részvételi szándékát, ki a maga módján. A programok kialakításával igyekeztek a városlakóknak tartalommal és élményekkel teli várakozást kínálni. Így a helyi oktatási intézmények, civil szervezetek, valamint a történelmi egyházak ökumenikus gyertyagyújtása mellett igyekeztek ezt a hangulatot a fellépők megválasztásával is biztosítani. Így fellép nálunk a Forfathers, a K-Kid zenekar, Betlehemes műsorral, Feke Pál adventi műsora, Zsuska és bandája, Takács Nikolász, Tabáni István, Marót Viki, Nova Kultúra zenekar, Antal Timi, Vásári André, Zséda. Az előző évek hagyományait követve a kulturális programok mellett karácsonyi vásár várja a kilátogatókat a Városháza téren. A vásározók december 4-től 10 órától 21 óráig várják minden nap a városlakókat. Elkezdődött az adventi, karácsonyi és szilveszteri utazások foglalása. A belföldi pihenés mellett a tapasztalatok szerint leginkább külföldi helyszínek szerepelnek az utasok céljai között, mondta el Stadler Melinda, az egyik dunaújvárosi utazási iroda vezetője. Keresik az adventi utakat, ez létezik egy naposba vagy több napos változatba is autóbusszal, advent Prágában, advent Bécsben vagy Krakkóban. Ezek elég keresettek. Van dunaújvárosi felszállással is, ami mondjuk jó hír. Akkor utána jön a karácsony-szilveszter, ami egzotikus tájakon, vagy pedig hegyekben síeléssel összekötve. Az egzotikus tájak alatt értem akár Kubát, akár Maldív-szigeteket, de gondolhatunk közelebbi részre is, Tunézia, Egyiptom, ahol azért még kellemes az idő. Mesék kútja, mesecsoport nőknek, ezzel a címmel tartja az Egészségmegőrzési Központ új programsorozatát, ami a mesék világába kalauzolja el az érdeklődőket. Így a meséken keresztül többek között a szerelem, a szeretet, a megbocsátás és a próbatételek gondolatköreit is vizsgálják. A csoportfoglalkozásokat Kovács Dóra, mentálhigiénés szakember és művészetterapeuta tartja. A következő foglalkozást november 17-én 17:30-tól tartják az Erkel kert 23-ban, ami minden érdeklődő számára térítésmentesen látogatható. Ökölvívás. November 19-én szombaton a Dunai Ökölvívó Sportegyesület versenyzői is ringbe lépnek a Klub Box gáláján.
A rendezvényt a Dunaújvárosi Egyetem Campus Arénájában tartják meg. Edzenek a Dunai Ökölvívó Sportegyesület versenyzői. A klub egy nemzetközi tornát rendez, amelyen kötelek közé lépnek a döse boxolói is. Magabiztosnak kell lenni, és nem mindig a kiütésre kell hajtani. Hát mivel bemutató meccset fogok játszani, azért 3x2 percesek lesznek, és igazából mindketten győztesként jövünk ki, mert sok tapasztalatot fogunk nyerni, és hát elsőnek így jó. A felkészülés utolsó fázisában a versenyzők gyorsítására fektetik a hangsúlyt, különböző rövid, de annál intenzívebb gyakorlatokkal. Mozgáskoordinációt, illetve gyorsítás ezerrel, tehát pörgetjük őket ezerrel, tulajdonképpen hangoljuk rájukat szívesen, meg mindenféle olyan technikával, ami meccsre kelleni fog. A Döse Ökölvívó gálája november 19-én délután 4 órakor kezdődik a Campus Arénában. A rendezvényen mintegy 20 pár lép a kötelek közé. Csütörtökön délig erősen felhős, párás idő várható, az északkeleti tájakon még kisebb ónos eső, hószállingózás is előfordulhat. Délutántól aztán csökken a felhőzet, de északkeleten egész nap borús marad az idő. Az egyre inkább megélénkülő déli széllel több fokkal enyhébb levegő érkezik. Délnyugaton már 8-12, északkeleten még 3-7 fok körül alakul a hőmérséklet. Most nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Emlékezés, személyes történetek elbeszélése is volt azon az előadáson, melyet az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartottak a József Attila könyvtárban. Advent. Jövő héten elkezdődik Dunaújvárosban az idei karácsonyváró rendezvény sorozat. Felkészülés. Célegyenesbe ért a felkészülés a Dunai Ökölvívó Sportegyesület boxolóinak. Hétvégén az Egyesület nemzetközi tornát rendez. Ennyi fért mai híradónkba, híreinket, műsorainkat megtalálhatják a www.dstv.hu hírportálon is. Most kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!